Sziasztok! Ma március 2-a van. Igen. Szombat van, az biztos. És reggel van még. Szerintem halljátok a hangomon, hogy nagyon reggel van még. Most ittam meg az első kávémat. Szörnyen nézek ki. De fogat szeretnék mosni, viszont ellehetetlenítettem magamnak ezt a feladatot tegnap. Ugyanis az egész folyosót kipakoltam, lemostam mindent, kiválogattam mindent, és visszapakoltam a 98%-át. A maradék az az én dolgai, a sminkjeim és azok a dolgok, amiket napi szinten használok, mert a nagy tükör előtt, az álló tükör előtt szoktam sminkelni hétköznap, és ezért egy idő után oda raktam a smink dolgaimat, mert minden alkalommal ugye vissza be a fürdőbe, ki oda, vissza be, ki oda. Egy idő után úgy döntöttem, hogy úgysem jön hozzám senki, úgysem fog senki sem elítélni azért, hogy a bejárati ajtóban vannak a smink dolgaim, szóval oda költöztettem őket. És ezzel nincs is semmi baj, ez nagyon jól működött, hatékonyabban tudok működni reggelente. Viszont mivel tegnap kipakoltam mindent, és mindent átmostam, mindent átnéztem, mindent is elpakoltam, tényleg. Ezt nem akartam nektek megmutatni, mert föl le kellett járkálnom eleinte, és az nagyon sok időbe tellett volna, hogyha le is videózom. És így is este fél tizenegyre végeztem az egészen, mert mindent négy kézláb mostam le, és mindent. Szóval ezért ma reggelre maradt az összes termékemet, amit használok szinte napi szinten, csak ide ömlesztettem a csapba. És ugye fogat szeretnék mosni, ahhoz kellene a csap. És ha már úgyis el kell pakolnom, akkor úgy gondoltam, hogy akkor megmutatom nektek. Ki is szeretném válogatni egy kicsit ezeket a dolgokat, hát ha van valami, amit nem használok, bár azt nem hiszem, mert mindent használok ezekből a dolgokból, ezekből a termékekből, és napi szinten használom őket. Bár mondjuk Melaninak a fellépéséről ez maradt ott elő, ezt nyilván nem használom minden nap, sőt Melani sem használja most egyelőre, de azért nyilván szeretném megtartani a következő fellépésekor. Ez hasznos lesz, ez a csillogós spré, úgyhogy ezt el kell pakolnom a helyére. Ezen kívül viszont igazából csak annyi dolgom van, hogy letöröljek mindent, és mivel ezek a smink termékeim, nem szeretném őket vegyszeres dolgokkal áttörölni, úgyhogy popsi törlővel fogom áttörölgetni őket, és szerintem nem is húzom az időt, hanem neki kezdek, mert hamarosan azért majd indulnom kell dolgozni, és még el szeretnék készülni, és ha marad időm, akkor szeretném megsütni a banános sütit is, mert a banánok már elég rosszul néznek ki, és nem szeretném, hogy rám romoljanak. Úgyhogy, ja, most ezt fogjátok látni. Elég szörnyen néz ki a helyzet. Sok mindent szoktam használni. Nem sok mindent szoktam használni a hétköznapokban, de van egy jó pár smink termékem, és váltogatni szoktam őket. Ugye ezek pedig az arckrémeim, kézkrémeim és egyéb krémeim. Ezeket is szoktam használni, bár mondjuk ő már kifogyott. Őt csak azért tartottam meg, hogy tudjam a nevét, mert hamarosan vissza kell térjék a Sephora-ba, hogy újra vásároljam, mert nagyon tetszett. Inni. Kezdem ezzel a kis tárolóval. Nagyon szeretem ezt a kis tárolót. És sok mindent lehet benne tárolni egyébként. Úgyhogy kezdem itt. Thank you.
Oké, például ezek ilyen szemöldök sémák. Soha nem használtam, nem is látom magamat, hogy használni fogom úgy, hogy kuka. És azért, hogy hatékony legyek, és gyorsan vissza tudjak mindent pakolni, fogok egy kis száraz WC papírt, és át tudok törölni őket. Ne kelljen megvárni, hogy megszáradjanak ezek a dolgok. Vinni. Tükröcském. Voilà. Ezek a dolgok például, ezek menni fognak. Vettem tegnap egy hatalmas dobozt az Axiomba, amiben az emlékek fognak kerülni a gyerekektől. Úgyhogy ez szépen abba fog menni. Ezt Melanikától kaptam, nem is olyan régen. Úgyhogy ezt szeretném elrakni, mert nyilván használni nem fogom, de azért szeretném megtartani. Egy gyönyörű kis nyaklánc hozzáillő karkötővel. Na szóval, itt már csak az ecseteim maradtak, de azokat ki fogom mosni, úgyhogy ez mehet is vissza a helyére. Oké, következő a parfümjeim, ezeket napi szinten használom, úgyhogy annyira nem vészesek, csak porosak.
egész. Ezt a szérumot használom a hajamra a hajvasalommal, és megkönnyíti a hajvasalást, és védi is a hajamat egyébként. Szóval ez is ott van elől. Mielőtt elindulok munkába, vagy egy rágót, vagy egy ilyen kis cukorkát beszoktam dobni, úgyhogy ez is ott van az ajtóban. Aztán ezt a szérumot használtam nagyon sokáig, ez is kifogyott, ezt is a neve miatt tartottam meg, hogyha visszamegyek a kozmetikusomhoz, akkor tudjam kérni, hogy ezt szeretném. Aztán szerintem a dezodor az önmagáért beszél. Ez a szememre való krém. Ezt is a kozmetikustól szereztem be. Azóta is használom és tetszik. Ezt is minden nap használom. Ez az arckrémem, ez abból a termékcsaládból tartozik, amit mutattam az előbb, az a kis szérum. The Drunk Elephant. Mostanság ezt szoktam használni kombinációba a kozmetikusomtól szerzett dolgokkal. Ez az olaj, az arcolaj. És kézkrémek, ugye akár ez, akár ez. Mind a kettőt szoktam használni egyébként. És ennyi minden megy oda-vissza előre. Sikerült kimosnom az ecseteimet, úgyhogy ezek mennek egy kis törölközővel az ablakba száradni. Mivel most már tudok fogat mosni, ezért egyelőre ezt így fogom hagyni. Most itt ezt lemosom. Nagyjából kitördöm. És délután visszatérek ide, és le fogok itt is mindent szépen takarítani egyértelműen. És már este is van. Elmentem dolgozni, és munka után egyből beszaladtam a Lidl-be, mert kellett néhány dolog itthonra. Nem csináltam nagyon nagy bevásárlást, hanem csak a nehéz dolgokat hoztam el. Bélának almot, tejet, és egy-két dolgot, amit szerettem volna így a hétkezdésre, mire jönnek haza a gyerekek, mert amúgy hétfőként szoktam bevásárolni, de szerintem az előző bevásárolós videóban említettem, hogy hétfőn a Lidl-ben nem lehet semmit megtalálni, szóval most szerintem változtatni fogok, és vagy keddenként, vagy szerdánként fogok bevásárolni menni, hogy meg tudjam szerezni, ha már úgyis elmegyek, akkor meg tudjam szerezni az összes dolgot, amire szükségem van egy napon, és ne kelljen két boltba menni, mint ugye a legutoljára el kellett menjek az Ósönbe, és nem olyan dolgokért, amit amúgy nem lehet megkapni a Lidl-ben. Na de, ugye mivel tegnap a bejárattal foglalkoztam, és ott takarítottam le mindent, majd annak a maradványait még a Tamarra láthatjátok majd, de ezért nem mosogattam el, nem is főztem egyébként, úgyhogy szeretnék itt elpakolni. Ugye azért vettem, kimostam egy adagot azért, de még nem teregettem ki amúgy, az is ott van, és még majd egy adagot ki szeretnék mosni. Ugye azért néhány dolgot vettem ide a hűtőbe, és csak úgy bedobáltam mindent. Úgyhogy rendet kell raknom a hűtőbe, a tojást szét kell szedni, mindig tartok itthon ilyen kisebb tojástartókat, ezt a 18 darabosat és egy 12 darabosat, és akkor így a 30-at külön tudom szedni, és könnyebben tudom tárolni a hűtőben. És itt van a tojásrántotta maradványa is. Itt van még a tészta maradványa is, amit csináltam a főzős videóban, amit majd ugye valamikor láthattok. Mivel szeretném ma is felvenni az egyik ételt, később, majd ha megéhezem, akkor úgyis főzni fogok. Úgyhogy ahhoz szeretnék itt szépen rendet rakni, hogy addig elpakolázgatok, még el nem kezdek megéhezni, aztán mikor megéhezek, akkor
nekiállok főzni, és ugye akkor, ha már minden szép tiszta lesz itt, akkor azt fel is lehet venni. Úgyhogy nem húzom az időmet, ami kevés van, hanem ugyanis már 7:30 van, este 7:30 van, már is olyan gyorsan telik az idő, hogy az nem igaz. Úgyhogy szerintem először elpakolok a hűtőbe, mert biztos vagyok benne, hogy jönnek ki onnan dolgok, és utána fogok elmosogatni. Ja, ez lesz a jó. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Na szóval, hűtő elpakolva, kitakarítani nagyon nem kellett, mert a múlt héten takarítottam ki alaposan, szerintem azt az egyik videóban láthattátok. Azt hiszem, vagy az, amit letöröltem véletlenül. Nem, a kis szekrényt ott mögöttetek, azt töröltem le véletlenül, szóval a hűtőt azt láthattátok, igen. És elmosogattam, letakarítottam itt mindent, készen áll minden a főzéshez majd. Viszont egyelőre még nem vagyok éhes, és ugye a héten olyan ételeket terveztem, amik maximum fél órán belül elkészülnek, úgyhogy úgy érzem, hogy egyelőre még nem állok neki főzni. Viszont ez eddig mind szép és jó, hogy itt ilyen szép rendet láttok mögöttem. Általában egyébként a videókban így szokott lenni, hogyha a főzős videó van például, vagy menüterves, hogy minden oké a kamerában, és mögöttel pedig a katasztrófa van. Úgyhogy meg is mutatom nektek, hogy mi van itt mögöttetek. Szóval, ugye itt jövünk be a nappaliba. Itt a konyha, ami bacsafény miatt. Itt ugye nagyon szép minden. És ugye, itt a földön van egy-két dolog, amit tegnap beszereztem a Primarkba, mert voltam a Primarkba is. Abba Csabikának van egy... Szia Béla! Csabikának van benne egy kulacs, mert szegénykém a barátainak nagyon tetszett, hogy szép kis kulacsa volt, úgyhogy mindig fogdosták, az is pokémonos volt egyébként, de az sokkal érdekesebb volt, mint ez, ilyen kocka alakú volt, és jaj, mindjárt ezt is eltöröm. És szóval tetszett a barátainak, és mindig elkérték, hogy nézegessék, amikor szünetem voltak, és az egyik kisfiú lejtette, úgyhogy eltört neki, ezért vettem neki egy új kulacsot, Bélus, és ezek pedig majd a gyerekek
lesznek persejek, ez pedig Melanikának egy ilyen kis rendszerező szisztéma itt. Ez pedig Csabikának ugye jövő héten van a szülinapja, és holnap, mire jönnek haza, szeretném már feldíszíteni a lakást, mert szerintem hétközben nem lesz nagyon időm, ugye csütörtökön lesz a szülinapja, és ma délelőtt már megrendeltem a tortát, egy pokémonos tortát fog kapni, de szerintem majd láthatjátok videóban a szülinapját, azért szerintem azt meg fogom nektek mutatni, legalább az énekelés tortafújja, vagy a gyertyafújást és tortázást azt meg fogom mutatni. Úgyhogy ezeket vettem tegnap az Axiomba, ilyen girlandot, ez is egy girland, csak ilyen fajta girland lesz neki, meg ugye lufik, majd mindenfelé ragaszgatok, meg fújok fel egy csomó lufit. Aztán ugye ma a Lidlből jött haza a tej, azokat tegnap válogattam ki a bőröndökből, ott a folyosón, amit csináltam tegnap, ez annak az eredménye, és ezt majd a gyűjtőbe ugye el kell vigyem. Ezek is tegnap jöttek haza az Oceanből, kettő ilyen négyes kis szekrényke, ugye ezek olyanok, mint az ott, csak ugye ott egy hatos és egy négyes van összefúrva egyébként, az nem ekkora nagy volt, hanem az kettő összefúrva, és ez pedig kettő különálló négyes, és azért vettem, mert most le volt árazva, féláron lehetett kapni. Kukucs Péla, de csuki vagyok! Nagyon cukorfalat vagy! Bizony. Na, de szóval féláron voltak, tehát most a kettőt vettem meg lényegében egy áráért, és így a kettő együtt is csak 35 euró volt. Szóval szerintem elég jó áron be tudtam őket szerezni. És ez majd esetlegesen a gyerekek szobáiba fognak menni. Idővel sikerülni fog, hogy elköltözzünk, és akkor ez majd kapóra fog jönni. Aztán közben kiteregettem már, azt azért megcsináltam gyorsan egy mosogatás után. Még majd el kell indítanom egy adag mosást. Az asztal, hát meg itt vannak a bevásárlás, a Lidlből való bevásárlás darabjai. Ugye a gyerekeknek jövő hétre a kompót, hamburger puffi, mert az mindig jól jön, ha gyorsan kell csinálnom valami kaját a héten, mert nem sikerült főznöm, akkor sokszor előfordul, hogy hamburgert csinálok, vagy ugye Csabika csak a steaket eszi meg, a hamburgert azt nem. És ugye akcióban volt most a fánk a Lidlben, úgyhogy 6-ot vettem, de hát ugye annyit nyilván én nem tudok megenni, úgyhogy az marad. Gyümölcsök, ugye meg kellene sütnöm a banánost, de lehet ma este meg is fogom sütni, mert már eléggé el vannak fáradva a banánok. És ugye egy mangó az ingyen volt, mert van ilyen Lidl kártyám, vagy nem tudom, hogy hívják, Lidl Plus, vagy valami ilyesmi, és az ingyen volt, úgyhogy elhoztam. És ja, szóval ja, a szemetes zsák az már a kuka mögött van egyébként, ki kellett szednem, annyi minden kellett bele, de szerintem most neki fogok állni, és ezt itt mindent elpakolni. Ugye azt el is felejtettem nektek mondani, hogy ez a kis akármicsoda, ez eltört, szerintem ott látszódik is. Úgyhogy ő is megy szegénykém a kukába. Már egy ideje el volt törve a teteje, de még használható volt. De most eltört az oldala is, úgyhogy az megy a kukába. És ja, itt az ágyon is majd még el kell pakolnom, van ott egy kötény, azokat most szedtem le a szárítóról, az ágyneműt pedig már ide készítettem, mert lehúztam ugye hét elején, mikor elmentek a gyerekek, és ugye ma már vissza kell húznom, mert holnap már itt fogok aludni a kanapén, úgyis. Úgyhogy ja, van még bőven mit tenni, úgyhogy ezeket gyorsan el is pakolom.
Elindítottam a mosógépet, szóval ott egyelőre nem tudok videózni, mert ugye elég hangos a mosógép. De azt el is felejtettem nektek mondani, hogy minek kapcsán kezdődött itt ez az egész előszobapakolás tegnap. Vagyis hát már egy ideje az eszembe volt ez, de tegnap végre ugye megtörtént, hogy vettem egy tárolót. Nem ezt a tárolót vettem, hanem egy ennél nagyobbat, és ebben voltak... Béla! Ebben voltak a karácsonyi dekorációk, de ebben már nem fértek el, mert ugye most karácsonykor vettem újabb dekorációkat, szóval már nem fér bele ebbe a dobozba. Ezért ebbe a dobozba plusz egy nagy szatyorba tároltam őket, és az nem volt eléggé praktikus, mert ugye azért vannak törékeny dolgok is között. Béna, ne ez meg a papír! Béna! Miért vagy Bori? És ezért ugye vettem egy nagyobb tárolót a karácsonyi díszeknek, azt ott szépen el is raktam tegnap, meg dekorációknak, nem csak díszek. És ugye egy ideje már gondolkodtam azon, hogy szeretnék csinálni egy ilyen emlékes dobozt a gyerekeknek. Ugye Csabánál még megvan az ilyen emlékes doboz, a babakori cuccaik azok abban vannak meg, amikor még kisebbek voltak, az meg van tartva. Viszont ugye nyilván azóta is gyűjtögetem nekik a kis rajzományaikat, meg a képeket, az osztályképeket és egyéb dolgokat. Szóval ide gyűjtögettem őket, és hát igen, ez a papír darab itt már eléggé elfáradt szegényként. Úgyhogy például ez egy osztálykép Csabikáról. És ugye mivel itt volt a szobájukban, azért egy kicsit már ugye telerajzolták meg minden. Meg hát nem a legjobb állapotban van. Na de leszedtem a hűtőről azokat a dolgokat, amik mostanság felkerültek. Ugye ezek a Valentin napi készítményeik nekem. Úgyhogy mivel ezeket tudom, hogy mikor készültek, ezért le is dátumoztam. Ezek pedig februárban készült legszebb alkotásaik. Szerintem az előző videóban láthattátok, hogy van itt a falon sok minden, és mozi jegyektől kezdve minden van ott. Azokat is szeretném majd idővel ide belerakni, de még azok egyelőre ott maradnak egy darabig. Aztán hamarosan majd leszedem onnan őket. Valamint a munkatársaimtól én is kaptam ilyen kis írományokat még tavaly a szülinapomra. Ez kint volt a hűtőn, de van egy csomó igazából, egy ilyen nagy stóc, az összes munkatársam írt néhány sort nekem, tök cukik voltak. Meg ugye ajándékot is kaptam tőlük, meg minden. Szóval azt is megtartottam, azt is azért szeretném ide belerakni, mert azért mégiscsak olyan kis cukik voltak. Úgyhogy, ja, szerintem átválogatom, mert azért mindent mégsem fogok ide belerakni, de például ez volt a nyári kis füzete, amit magával hozott Csabika a suliból, ugye, ez lett volna a gyakorló füzete, de soha nem csinálta meg.
Aztán, igen, ezek a tavaly nyári táborból vannak, erre emlékszem. De mondjuk akkor rá is kellene írnom, nem? Ha már emlékszek rá. Nyári tábor. Voilà. Ezt nem olyan rég készítettem el, Anika, ezt a Stitch-es rajzot. Ez Harry Potter Stitch, ez olyan januári. Miért vagy ilyen kíváncsi, Béla? Fáncsika. Ja, és odaírjuk, hogy Mélani. Ez is Meleni alkotása, gyönyörűséges. Egyébként Meleni iszonyat tehetséges. Ez nem tudom mikori, nem baj. Gyönyörű rajzokat szokott néha készíteni, hogy ámulok és bámulok, hogy mikre képes. Ez nem tudom micsoda. Ezt sem tudom, hogy micsoda. De például ez is egy ilyen szép pandát rajzolni, én speciál nem tudok. És ő még csak 10 éves, ugye 11 lesz hamarosan. Ezt a barátnőjének készítette, csak soha nem adta oda. De ezt megtartjuk, ezt cuki. Ez nem tudom, Csabika. 2023. 22-23. Ez is Csabika. Ezek mind a tavalyi dolgai egyébként. Mélani. Mélani. Ez például az újévi kártya, amit Melanika készít, nem Csabika készített. Ez mostani. Ez szerintem még tavaly előtti, vagy ezt itthon készítették a gyerekek. Ez mikor készítettem el, nem tudok. Ez Csabika. Ez eléggé ijesztő, ez a rajz. Ez nem tudom micsoda, de ijesztő. Ja nem! Ez a tengerpart, és itt van két ember, mondjuk Csabika és Meleni, és ez pedig egy törölköző. De akkor is ijesztő, Jézusom. Erre emlékszek, ezt tavaly kaptam anyák napjára Csabikától. Ez nagyon cuki. Erre emlékszek. Ez 2023. Anyák napja. Csabika. Béla, ne edd meg a papírt, kérlek. Csabika, nagy vonat. Melanika készítette nem olyan rég ezt a Stitch-et, ez cuki. Ez Melanikának a karácsonyi listája. Ez nagyon édes. Az a Csabikának a... Béla! Ne edd meg a papírt! Ne, menj innen! Ne legyél rossz, kérlek! Na, szóval ezt fogom csinálni, ráírogatom a
dátumokat. Ezekre a dolgokra. Tegnap sikeresen szétválogattam a gyerekeknek a rajzományait, és utána pihentem, mert már nagyon késő volt egyébként, amikor ezt csináltam. Viszont ennek a videónak a részeként még szeretném ezt itt megmutatni nektek, hogy bár két nappal később, vagy nem, egy nappal később, de sikerül ezeket a dolgokat is elvégeztem. Ugye tegnap kitakarítottam szépen az ecseteimet, ahhoz ezt a sampont használtam egyébként, és ez ki is fogyott, úgyhogy megy is a kukába. És most le fogok innen pakolni mindent, és szépen a Cifnek egy fürdőszobai tisztítójával le fogok mindent fertőtleníteni. Ha később még marad időm, akkor ki fogom takarítani teljesen a fürdőszobát, de most egyelőre úgy vagyok vele, hogy legalább ez itt meg legyen csinálva, mert igazából annyira nem vészes a fürdő. A héten már egyszer megcsináltam egy kicsit ilyen alaposabb takarítás keretében. De hát azért mégis a fürdőről beszélünk, szóval így sosem árt, hogyha újra vannak csinálva a dolgok. Ugye nyilván azért jövünk a fürdőbe, hogy tisztálkodjunk, akkor legyen már tiszta a fürdő is. Na szóval, most felkötöm a hajamat, és neki is esek a sikálásnak. És szerintem akkor ennyi is lenne mára ez a mai videó. Remélem tetszett, és velem tartotok legközelebb is. Legyen szép napotok! Sziasztok!